Akadályozza a törvényalkotást a szenátus, vélik az RMDS szenátorai, miután a testület úgy döntött, nem vitatják meg a turisztikai törvényt módosító tervezetet. Ebbe a tervezetbe több olyan fontos módosítás foglaltak bele a szövetség javaslatára, amelyek a helyi közösségek javát szolgálnák. A helyi közösségek számára fontos módosításokat javasolt az RMDS a turizmus szabályozó törvénytervezethez, például azt, amelynek alapján a turisztikai települések költségvetése egészül neki abból az egy százalékos adóból, amelyet a vendégek fizetnének be a költségekkel együtt, és amelyből utakat, közvilágítást, helyi beruházásokat lehetne finanszírozni, mutatott rá Antal Lóránd, RMDS-es szenátor, a szakbizottság tagja. Ez az előírás a turisztikai célállomások menedzsmentjének a létrehozásáról szóló cikkeit egészíti ki. Ezek a testületek ugyanis, amelyekben az önkormányzatok és a turisztikai szolgáltatók vesznek részt, nem világos, hogy miből gazdálkodhatnak. A törvény beszél arról is, hogy majd finanszírozást kaphatnak ezek az úgymond TDM-ek, de azt viszont nem taglalja, hogy honnan. Éppen ezért jöttünk mi azzal a javaslattal, ami világszinten nagyon sok helyen egy bevett szokás, hogy úgymond city tax, turista illetéket szerettünk volna bevezetni, ami pontosan azt szolgálta volna, hogy a turisztika destináció menedzsmenteket lehetett volna finanszírozni. A szenátus azonban nem vitatta meg a tervezett szövegét, az RMDS honatjái szerint azért, mert a kormánypárt nem tudja biztosítani a többséget, ezért nem hajlandó szavazás alá bocsátani a törvénytervezeteket, és így akadályozza a demokratikus törvényalkotást. A szövetség attól tart, a közigazgatási törvénykönyv tervezetének is ez lehet a sorsa a következő hetekben, ez pedig elfogadhatatlan. A turisztikai törvény módosító tervezetet a képviselőházban is fenntartja majd az RMDS.